A nyilázárok terén az elmúlt években egyre inkább teret hódítottak a továbbfejlesztett fa tetőtéri ablakok, így nem meglepő ma már, hogy a 20-30 éves fából készült korhadó tetőtéri ablakokat ilyen korszerű típusokra cserélik. Nem kell 4 évente lakkoznunk, hanem műanyag ápolóval. Mert hogy régieket kellett, korhadtak. Így van, tönkrementek, tehát ezeknek az ablakoknak a karbantartása kimerül a vasalatok olajzásában, zsírozásában, illetve a műanyag meg a gumi alkatrészek ápolásában. Jellemző egyébként, hogy, mert én látok elég sok felé ilyesmit, hogy neki láttak a 20-30 éves ablakok kicserélésének, talán pont azért, mert az a fából. Persze, tehát ez egy nagyon gyakori, egy ilyen ablakcsere megoldható akár 2-3 óra alatt. És onnantól kezdve lehet élvezni az új ablakok előnyét. Mi van még, amit látok egyébként, mint a redőny? Igen, ezen kívül redőnnyel, belső árnyékolóval, szúnyoghálóval szerelhetők ezek a tetőtéri ablakok. Ezzel is tovább tudjuk fokozni a hőszigetelését, illetve a hővédelmet nyáron a redőnnyel. Ezek az ablakok átfordíthatók, és így könnyebben lehet takarítani a külső üvegfelületet. Mert régen pont ez volt a legnagyobb gond. Igen, voltak olyan típusok, aminél ha nem mászott ki az ember a tetőre, szinte akkor nem is tudta a külső üvegfelületet letakarítani. Mennyit fejlődtek a tetőtéri ablakok az elmúlt 10-20-30 évben? Mi a legjelentősebb változás? A legjelentősebb változás az, hogy megjelentek a három rétegű üvegezésű tetőtéri ablakok, illetve hát ennek a hőszigetelésben a legfontosabb szerepe, UV-szűrésben van fontos szerepe, illetve légzáró tömítések kerültek pluszba a tetőtéri ablakokba. Ma már a méretek sem jelentettek gondot, a tetőtéri nyílászárók esetében 10-15 féle méretben gondolkodhat az, aki tetőtérbeépítést tervez. Akkor picit foglaljuk össze, miről volt szó az elmúlt percekben. Tehát nem árt hangsúlyozni, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a lakásunkból, házunkból a hőveszteség több mint harmada a tetőn keresztül távozik, így egyáltalán nem mindegy, milyenek a tetőtéri ablakaink. Az is nagyon fontos továbbá, hogy a régebbi, mondjuk a 20 évnél idősebb ablakok, amik fából vannak, nem tudják felvenni már a versenyt az új ablakokkal, a műanyag, modern ablakokkal, és az is nagyon fontos, hogy ezek a legújabb ablakok már nem csak nagyon jó hőszigetelő képességgel rendelkeznek, hanem például könnyebben tisztíthatók, de akár könnyebben lehet rájuk redőnyt is szerelni.